Kun András vagyok, és olyan szempontból fogunk a karrierhez most közelíteni, hogy megnézzük, hogy milyen szempontból érdemes megvizsgálni azt, hogy például mondjuk tovább tanuljunk-e. Tehát aki már ugye itt ül, az nyilván egyszer már döntötte erről, de mindig lehet egy további szintben például gondolkodni. A karrierre való felkészülésnél, amire most át koncentrálni fogunk, az egy ilyen közgazdasági szemléletmódja lesz, egy beruházási szemléletmódja annak, hogy hogyan tudjuk a kereső képességünket egyáltalán fejleszteni, vagy hogyan tudjuk ezt megbecsülni. Tehát én főleg a felsőoktatási beruházásokra fogok majd koncentrálni, de azt is úgy fogjuk tekinteni, minthogyha azt az időt, pénzt, ami rendelkezésünk rá, azt költhetjük mondjuk arra is, hogy egyetemre járunk, vagy tovább tanulunk az egyetemen, de esetleg fordíthatnánk valami másra is, mikor éri meg erre költeni. Az előadásnak az elején ezt a fajta emberi tőke megközelítés módot fogjuk körüljárni, tehát egy jó egyetemi előadáshoz hasonlóan először jön a száraz elméleti rész, de remélhetőleg annyira azért nem lesz fárasztó, és utána egy pár számadatot fogok mutatni arról, hogy amit itt elmondtunk, az a valóságban hogyan jelenik meg. Tehát először is azt mondtam, hogy az oktatási beruházás, amikor valaki úgy dönt, hogy egyetemre jön, vagy egyáltalán belül egy órára, vagy tovább tanul, az lemondással jár, ezt szerintem mindenki tudja, akinek lett volna más dolga is, mint hogy mondjuk ma ide jöjjön, vagy egyáltalán egyetemre járjon. Ezeket a lemondásokat szokták a közgazdászok költségnek nevezni, függetlenül attól, hogy ez most időráfordítás volt, vagy pénz. Az oktatás mindegyiket igényli tőlünk, sőt még többet is, pszichológiai terhet is jelent sokszor, főleg vizsgaidőszakban. És amiért tesszük ezt, azok pedig valamilyen hozamok. A hozamoknak egy része nyilván egy magasabb kereset, pénz, tehát beruházunk valamennyit vagy mi, vagy az adófizetők az oktatásnak a díjába, és ezért valamilyen keresetnövekedésünk lesz. De más hozama is lehetnek, majd erről is beszélünk kicsit bővebben. Például megnyithat előttünk olyan kapukat egy bizonyos diploma, amik egyébként nem nyíltak volna meg, betölthetünk olyan állásokat, amit jobban szeretnénk csinálni. És az emberi tőke megközelítést említettem. Pillanat. Az oktatás az ráadásul ezt úgy teszi, ezt a beruházási célt úgy tölti be, hogy valami olyat hoz nekünk létre, amit a közgazdászok tőkének hívnak. A tőke az valami olyasmi, ami a jövőben megnöveli a mi keresőképességünket, termelésünket. Tehát amikor valaki megtanul például valamit az egyetemen, azokról nem beszélek most, akik a vizsga után egyből elfejtik az egészet. Tehát, hogyha valaki megtanul valamit az egyetemen, azt a huzamos ideig még a munkaerőpiacon tudja használni. Többet fognak neki érte fizetni. Ebből a szempontból, mint tőke, eléggé hasonlít mondjuk egy gépberuházásra, vagy egy épületberuházásra. Most fordítok rá, és a jövőben hoz nekem majd bizonyos hasznokat. Nézzük akkor ezeket az összetevőket. Először azt mondtuk, hogy lemondással jár, áldozattal vagy beruházási költséggel jár az, hogyha valaki továbbtanulás mellett dönt. Annyit mondtunk az előbb, hogy lett volna más dolgunk is, vagy költhettük volna másra is a pénzünket. Tehát egyrészt akkor ebből ragadjuk az anyagi oldalt, pénzről is lemondunk. Ha még ki is fizeti helyettünk az állambácsi mondjuk a tandíjat, most nem akarom tudni, hogy hány embernek fizetik mások a tandíját, vagy hány ember fizeti saját magának, de még akkor is veszteséget jelent. Tehát azt a pénzt az adóból másra is fordíthatták volna, ne adj Isten, nem kellett volna befizetnie senkinek, és fejlődhetett volna a gazdaság, építhettek volna bele utakat, szegényeknek segíthettek volna élelemhez jutni, egy csomó minden másra lehetett volna ezt fordítani, de mondjuk ránk fordították, amikor pedig mi a saját pénzünkből, szüleink pénzéből fordítunk ilyenre, akkor is lett volna annak más helye is. Tehát csak akkor lesz érdemes ezt a pénzt ide beruházni, hogyha többet fog hozni, mint amennyit elveszítünk azáltal, hogy erre költöttük, és nem másra. Lemondunk a szabadidőről is. Amikor itt elhangzott a felvezetőben, hogy közeledik a húsvét, van, aki már lehet, hogy ezért hazautazott, ő például úgy döntött, hogy a húsvéti készülés most neki aktuálisan többet ér, mint mondjuk ez az előadás. Megint csak egyéni döntés, hogy ki hogyan ítéli meg, hogy neki majd az, amit itt mondjuk tanulni fog, az többet hoz-e, de ez is egyfajta lemondás jelent. Ezt könnyen lehet egyébként számszerűsíteni akkor, hogyha elgondoljuk, hogy mondjuk mennyi pénzt lennénk azért hajlandóak fizetni, hogy azt a szabadidős tevékenységet mégis végezhessük, vagy nem. Tehát ezt is tudjuk pénzben kifejezni, de dönteni itt most időről volt szó. És említettem a pszichológiai terheket is, vagy pszichés terheket is. Az egyik az a fáradtság, tehát hogyha valaki végül egy unalmas előadást, vagy bocsánat, egy érdekesnek indul, de aztán fárasztva való előadást, az érzi, hogy ő elfárad. Kicsit olyan ez, mint mondjuk az edzés esetében is, hogy az ember fittebb akar lenni, de a végén már nem bánja, hogyha 10-20 perccel hamarabb véget ér az egész.
Ilyen előfordulhat nyilván az oktatásban is. Előfordulhat az is, hogy stresszesek leszünk, főleg a vizsgaidőszakot említettem az előbb, de egyébként is. Ezek a költségek is fölmerülnek, ezeket sem biztos, hogy mindenkinek érdemes vállalnia, tehát ezeket mind össze kell adnunk. Ezek tehát költségek, ezeket elveszítjük, hogyha tovább tanulunk. Ezekkel most nem mennék jobban bele, mondtam ezeket röviden, amit az elején említek, hogy pénz, stb. Viszont azt nem említettem, hogy még ha továbbtanulási döntésen már túl vagyunk, akkor is beruházás előtt állunk, valamilyen szakot választani kell. Aki elmegy az A szakra, az a B szakra, bocsánat, most A-B szaknak van más jelentése, de elmegy egy szakra, egy másik szakot már nem végezhet, vagy ha két szakot végez is, akkor meg kevésbé tud az egyiknek az előadáson jelen lenni, kevésbé tud rá tanulni. És egyre inkább jelentős a fiatalok között az is, hogy nem szabad időről mondanak le, nem egy másik szaknak az elvégzéséről, hanem munkáról. Ugye nem olyan régen, egy pár éve vált lehetővé az, hogy nappali képzés mellett is lehessen például munkát végezni, akár egy időben úgy volt, hogy teljes munkaidőben, de mondjuk dönthet valaki úgy, hogy azért megy levelezőse és nappalira, hogy dolgozzon, vagy egyáltalán dönthetünk úgy, hogy vagy dolgozunk, vagy iskolába járunk. Az elmaradt keresetekkel mindenképpen érdemes számolni. Ez azt jelenti, hogy amíg én az iskolapadot koptatom és emberi tőkét növelek, hogy később több legyen a keresetem, addig én azonnal is kereshettem volna. Kevesebbet valószínűleg, mint egy diplomával, de vajon megéri azt a két évnyi, három évnyi meg nem keresett pénz az, hogy én beülök? Ez egy komoly kérdés. Vannak olyan szakok esetében, ahol vannak olyan szakok, ahol egészen biztosan nem éri meg, másoknál egy kicsit kérdésesebb a dolog. Tehát most kicsit kezdett rosszul indulni ez a dolog, nem lebeszélni akarok senkit arról, hogy egyetemre járjon. Ezek még csak a költségek voltak, majd jönnek mindjárt a hozamok is. Tehát összességében csak azt akartam eddig elmondani, hogy tudatosítani kell bennünk azt, hogy ez valamibe kerül. Ha egy kicsit pozitívabb kicsengést akarunk ennek adni, akkor érdemes arra gondolni, hogy ha már ezeket a költségeket rááldoztuk a dologra, akkor lehetőség szerint legyen minél hasznosabb, tehát például tanuljunk, hogyha már az egyetemen vagyunk, vagy az előadáson figyeljünk jobban oda, mert már egy csomó pénzünkbe belekerült, meg szabadidőnkbe belekerült, meg pszichés költségünkbe belekerült, nem lenne baj, hogyha ez a jövőben esetleg megtérülne. Az egyébként talán jobban érzi ezt, aki mondjuk ösztöndíjon van, mondjuk valamilyen cég által finanszírozva, vagy akinek a szülei nehezen kuporgatták össze, vagy saját maga gyűjtötte össze mondjuk a tandíjára a pénzt. Jó, ezek a ráfordítások fölmerülhetnek egy összegben. Az oktatás, hogyha rövid ciklusú, akkor tipikusan erről van szó, elmegyünk egy tanfolyamra, egyszer befizetjük, egy hétvég alatt lejárjuk, kész. Aki viszont úgy dönt, hogy például egyetemre iratkozik be, az több évre elkötelezi magát. A bolonyai rendszer óta a szakok egy részében meg lehet magunkat gondolni 3-3 és fél év után, de aki még a hagyományosabb, osztatlan rendszerű képzésre jár, az bizony 5 éves távon kell, hogy tervezzen, és az 5 év alatt neki ez folyamatosan fáradtsággal fog járni, folyamatosan pénzberuházással fog járni, folyamatosan elmaradnak majd a keresetei. Tehát egy masszív beruházásról van szó, vagy mi fizetjük ennek egy részét, biztosan mi fizetjük, de esetleg belesegít az állam is, de mint mondtam, érdemes tudni azt, hogy annak is ára van. Tehát valakinek a javait használjuk föl ilyenkor arra, hogy saját magunk tanuljunk. Miért tesszük ezt mind? Egyrészt tudjuk azt, hogy akinek magasabb a végzettsége, majd számokkal is igazolom a végén, most hagyd ne ugorjak előre, tudjuk azt, hogy akinek magasabb a végzettsége, egyszerűen több keresetre számíthat. Lesz, aki nem fog többet keresni, lesz, aki sokkal többet, átlagosan, biztosan tudjuk, hogy a magasabb végzettséggel több pénzünk lesz. Másrészt azt is tudjuk, hogy akinek magasabb a végzettsége, annak gyorsabb lesz a kereset emelkedése. Tehát elkezdünk egy magasabb fizetésért dolgozni, igaz, hogy 2 évvel, 3 évvel, 5 évvel később, tehát van egy masszív áldozata az elmaradt keresetekből erre, de utána majd szépen lassan többet fogunk keresni, és egyre többet fogunk keresni. Aki már 10 év van a munkaerőpiacon, 15 éve, az egyre jobban elszakad az alacsonyabb végzettségektől. Egyre nagyobb lesz az előnyünk, hogyha több végzettséget szerzünk. Tehát egyrészt beruháztunk azért, hogy több legyen a pénzünk, másrészt, hogy a pénzünk gyorsabban növekedjen. De ne felejtsük el, hogy nem csak pénzről szól a dolog. Abba is beruházhatunk bizony, hogy mondjuk jobb dolgokat végezzünk, értelmesebb munkánk legyen, kellemesebb környezetben dolgozzunk, ne kőművesként kelljen mondjuk a kőport szívnunk, hanem mondjuk hasznos elemzéseket, tanulmányokat, ilyesmiket készíthessünk, vagy olyan helyen dolgozzunk, amit jobban szeretünk. Legyen ez ténylegesen hely is, tehát hogy el tudjunk menni mondjuk akár külföldre, mert mondjuk nyelveket tudunk, akár az is, hogy olyan szakmánk legyen, amelyiknek több hasznát érezzük, vagy jobban élvezzük. Ezeket a karrierpályákat tehát kinyitja nekünk egy adott végzettség, anélkül ide nem mehettünk volna. Azért hangsúlyoztam ezt ilyen erősen, mert gyakran ez nem ugyanazt jelenti, hogy többet is fogunk vele keresni. Vannak néha tanulmányok, amik kimutatják például azt, hogy a magasabb végzettségűek valamilyen környezetben
kevesebbet keresnek, mint az alacsonyabb végzettségűek. Volt egy olyan tanulmány is, ami el szoktam mondani, de előre szólok, hogy senki ne vegye most magára. Volt olyan tanulmány is, amely kimutatta, hogy azok a hallgatók, akik több időt töltenek az iskolapadban egy bizonyos biznisz képzésen, azok kevesebbet fognak keresni, mint akik azalt az időszak alatt valami más csináltak. Na de miért? Nem azért, mert amit az iskolapadban tanultak, az nem volt hasznos, azért, mert másfajta munkát végeztek. Tehát aki mondjuk értelmiségi pályára megy, az többnyire értelmesebb, de egy kicsit kevésbé fizetett állást fog magáinak tudni. Aki meg mondjuk ez idő alatt is kapcsolatokat épített, az meg mutyizni fog, vállalkozóként, politikusként, bűnözőként, ilyesmiként, lehet, hogy sokkal többet fog tudni keresni, csak nem biztos. Most ez nem azt jelenti, hogy ezeket összekötöttem feltétlenül, csak mindehhez kellenek a jó kapcsolatok. Aki viszont ilyesmit csinál, az valószínűleg többet fog keresni, de nem biztos, hogy nekünk megérni azt a fajta utat választani. Jó, tehát ezek alternatívák. Megnyíló különböző karrierutak, vagy magasabb pénz, de nyilván, ha szerencsénk van, akkor mind a kettő egyszerre. Van, aki azért van az egyetemen, mert a szülei ragaszkodtak hozzá, hogy felsőfokú végzettségű legyen a gyerekük, státuszt is jelent az, hogyha az oktatásba járunk, vagy elvégeztük. A felsőoktatással kapcsolatban elég érdekes, hogy már odajárás alatt is jelent státuszt. Tehát a szülők szoktak ezzel dicsekedni, hogy neki egyetemre jár a gyereke. Mondjuk most már egyre kevésbé lehet, mert lassan mindenki egyetemre jár, de régen ez egy nagyon komoly dolog volt, hogy oda, vagy tudom, doktori képzésre jár az ő gyereke. Ha meg elvégezte, akkor meg aztán pláne dicsekszenek vele. Tehát a státusz is egy fontos dolog lesz. Ez bizonyos társadalmakban, a magyar is részben azért ilyen, bár mondjuk a franciáknál sokkal erősebb, ez egyfajta csoporthoz tartozásnak is a belépője. Tehát ahhoz, hogy mi valamilyen fajta állásokat betölthessünk, valamilyen körökbe bejuthassunk, ahhoz kell az, hogy nekünk legyenek papírjaink, legyen végzettségünk például. Jó, kapcsolatokat is jelent. Tehát aki az egyetemen van, az kapcsolatokat is kiépíthet. Nem csak egymás között a hallgatók, maga a hallgató és az egyetem kapcsolata is ilyen, vagy az oktatókkal kötött kapcsolatok is ilyenek. Hogyha később az üzleti életben, vagy bármilyen más területen az embernek olyan segítségre van szüksége, amire beugrik, hogy ez a valaki ehhez érthet, akár a társaim között találok olyat, aki megfelelő helyen dolgozik már, akár visszaemlékszek, hogy egyetemen volt egy ilyenfajta kurzusunk, azt később tudjuk hasznosítani. Vannak olyan képzések, amik tipikusan kapcsolatépítésről szólnak, az MBA képzések nagyon sok országban ilyenek, ez a Master of Business Administration, oda tipikusan felsővezetők, középvezetők szoktak járni, és azok egymással kapcsolatokat építenek, közösen feladatokat oldanak meg, nem annyira arról szól, hogy bebiflázzák a lexikai tudást, hanem inkább arról, hogy mélyítik ezeket az üzleti kapcsolatokat. Speciál a magyar MBA képzés nem ilyen, az rendes, hagyományos mesterképzésnek számít, tanulással, vizsgázással, ilyesmivel, de ez nem minden országban van így. Viszont azt majd tapasztalni fogja szerintem mindenki, hogy ahogy öregszik, bocsánat, ahogy egyre több tapasztalatot szerez, úgy majd egyre többször fut abba bele, hogy tud valakitől segítséget kérni, mert ez a valaki, akivel egy iskolába jártam, egy egyetemre jártam, ez már addig pozícióba került, itt vagy ott vagy amott. Minél több ilyen embert ismerünk, annál több segítségünk lesz a későbbiekben. Jó. Ha már beszéltünk egy csomó ilyen dologról, hogy beruházás, lemondás, azért csináljuk az egészet, hogy több pénzünk legyen, más dolgozzunk, azért említsük meg, hogy közvetlenebb haszna is van ennek. Az oktatás egyrészt közvetlenül is jelenthet fogyasztást, erről majd később beszélek, pontosan egy ponttal később, de beruházhatunk is a fogyasztásba. Hadd szakadjak el egy kicsit a felsőoktatástól. Hogyha valaki elutazik például egy másik országba nyaralni, mondjuk Görögországba elmegy, ott van egy csomó kő, így egymásra haigálva. Ezek ilyen régebb épületekből vannak. Na most, ha az ember tényleg ennyit tud az egészről, nem nagyon fogja élvezni ezeket a romokat. De hogyha egy kicsit utána néz, ne adj Isten figyel történelem órán utána olvas, akkor hirtelen olyan élményei lesznek, hogy úristen, tényleg létezett az EUSZ templom, nem tudom én hány ezer évvel ezelőtt, én meg itt járok a romjai között, másfajta élvezeti értéke lesz. Tehát abba is beruházhatunk, és szerintem nem tudom, hogy mennyi bölcsész hallgató van itt, mennyi TTK, stb. De a bölcsészeti szakoknak egy jelentős része szól például ilyesmiről, hogy megismerünk olyan dolgokat, ami később, mondjuk olvasmányélményt, vagy ilyesmit is jobban jelenthet, mert egész egyszerűen megtanultuk a szimbolikáját, megtanultuk, hogy milyen környezetben születtek azok a művek. Ezt fogjuk egyébként úgy hívni a közgázban, hogy fogyasztói tőke. Azért ruházok be, mondok le időről, veszek útikönyveket, tehát pénzről is lemondok, hogy később jobban élvezzem magát a nyaralást, tehát a későbbiekben több hasznot tudok szerezni magából a fogyasztásból. Kicsit közelebbi példa, hogyha valaki mondjuk előfizet olyan streaming szolgáltatóra, ahol külföldi nyelven is nézhet filmeket, sokkal jobb lesz, hogyha meg is tanulja azokat a nyelveket. Nem tudom, hogy valaki csak az animék miatt tanulta meg mondjuk japánul, bár lehet, hogy előfordul, de aki mondjuk a hagyományosabb idegen nyelvekből, angolból, ilyenekből jobb, az ezt is kipróbálhatja.
nem csak tanulhat nyelveket vele, hanem magát a műsort is jobban fogja élvezni. Ez is egyfajta ilyen tőkeberuházás. És akkor, amit az előbb már beharangoztam, persze az is lehet, hogy valaki szeret egyetemekre járni, vagy egyetemre járni, szeret előadásokat hallgatni, szereti közvetlenül az egyetemi életet, akár a diák élet részét nézzük ennek, akár a tanulás részét, az viszont nem beruházás. Tehát aki szórakozni jön ide, az fogyaszt. Az olyan, mintha elment volna moziban. De hogyha szerencsénk van, akkor olyan szakot választottunk, ahol nem is unjuk nagyon az előadást, mert érdekel minket, amiről szó van, plusz még a későbbiekben magasabb fizetési pályára is állíthat minket. De akinek meg fáj az egyetemi előadások hallgatása, meg a vizsgázás, nyugodjon meg, csak beruházást végez, később jobb lesz. Több pénze lesz, kényelmesebb munkahelyen tud majd dolgozni. Oké. A továbbtanulásnak a hozamai, amiket az előbb említettünk, jó részt a jövőben jelennek meg, ezeket neveztem beruházásnak. A végén, amit említettem, hogy valaki szereti mondjuk a diák életet, kicsit kiszakadva a mostani előadásomból, csináltunk olyat valamikor, hogy gólyakérdő, ismerős esetleg, töltöttetek ki ilyesmit? Mindegy, régen biztos, hogy volt egy ilyen, szerintem még most is vannak biztos ilyen kérdőívek. Gólya kérdőíveket elemeztünk régebben, tehát megcsinálta a HSK, a Hallgatói Szolgáltató Központ, és akkor mi megvégeztünk egy másodelemzést rajta. Ott azért kijött az, hogy fontos szempont volt az, hogy azért jöjjenek egyetemre az emberek, hogy ne kelljen még dolgozni. Ez az idő egy kicsit elmúlt, az, hogy a fizetések megemelkedtek, most már egyre több ember gondolja, úgyhogy talán nem is annyira rossz dolog dolgozni is akár, de ez is lehet, hogy megnyújtjuk a gyermekéveket, hogy úgy mondjam, vagy a gondtalan éveket megnyújtjuk vele, ez is lehet egy haszna a felsőoktatásba járásnak, nem biztos, hogy a tudatosabb, meg nem biztos, hogy a szülők leginkább ennek örülnek. Oké, tehát ami a jövőben térül meg, tehát tényleg beruházás jellegű, az mivel a jövőben térül meg, ezért egy kicsit kevesebbet is fog érni sokunknak. Ugye erre van az a közmondás, hogy jobb megy veréb, mint holnap egy túlzok, ez különböző mértékben igaz ránk. Sok ember azért nem vesz részt a hosszú oktatási folyamatokban, mert ők inkább ilyen verépártiak, tehát ők jobban szeretnék azt, hogy most fogyaszthassák el azt a pénzt, költhessék el azt a szabadidőt. Tehát valószínűleg azoknak a jó része, akik itt ülnek, vagy egyetemre járnak, azok úgy jobban tudnak számolni jövővel, vagy jobban értékelik azt, hogy a későbbiekben kapnak meg valamilyen hozamot. A másik, amit itt érdemes még mondani a tanulás kapcsán, és itt kértem azt, hogy ne gondoljunk azokra a vizsgákra, amiket egyből elfejtettünk utána, ezek a hosszú távról szólnak ezek az érvek. Amit az ember tanulással megszerez például, az egy hosszú távú beruházás, vagyis az, amit most tudok, az nem csak egy hónapig lesz értékes, hanem hónapokig, évekig lesz értékes, függően attól persze, hogy mit tanultam meg. Tehát egyszer kell átesni ezen a fájdalmas részen, a beruházás részen, utána pedig periodikusan, szépen, hosszú távon jönnek a magasabb keresetek, és mint mondtam, valószínűleg az egyre magasabb keresetek fognak jönni. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy még ha nem is élvezzük minden percét a dolognak, megtérülhet, amennyiben tényleg ezek a hasznok jelentkezni fognak. Praktikusan az ember életének a végéig jelentkezhetnek. Ez most nem lesz rajta az előadáson, de talán annyit belemerek még pluszba csempészni, hogy vannak olyan tapasztalatok, amik arra mutatnak, hogy még ettől is többet tudnak a tudásberuházások. Nem tudom, hogy ki mennyire vette észre, de a szegény országok nem akaródnak felzárkózni a gazdag országok mellé, hanem a távolság egyre jobban nyílik közöttük. Ezt közgazdászok azzal szokták többek között magyarázni, tehát van egy ilyen érv, hogy ugye ez nem normális, tehát hogyha valahol kevesebb mondjuk a fizikai tőke, tehát kevesebb a gép, vagy kevesebb az ember, akkor ott többet is fog érni egy ilyen tőkejószág, egy ilyen ember. Tehát oda kéne, hogy menjen a tőke, ott majd jó sokat fog érni, és ki kéne egyensúlyozódjon az országok fejlettsége. Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy a gazdagok elhúznak, a szegények maradnak le, vagy lassabban fejlődnek. És az egyik magyarázat arra, hogy ez miért lehetséges, az az, hogy a tudástőke, tehát a technológia, az emberekben lévő tudás, az önmaga termelését segíti. Ezt úgy mondjuk, kicsit bonyolultabban, hogy a tudás termelése tudásintenzív. Erre azt a példát tudom hozni, amit szerintem mindenki könnyen megért, hogyha valaki már egy idegen nyelvet megtanult, a másodikat könnyebb lesz, a harmadikat még könnyebb lesz megtanulnia, vagy ha valaki odafigyelt az alapozó tantárgyakra, akkor előbb-utóbb azt veszi észre, hogy néhány ráépülő tantárgy már kifejezetten unalmas, mert mindent megtanult, csak kicsit alkalmaznia kell ezeket a dolgokat. Aki meg azt elfelejtette, az meg újra szenvedni fog a következőnél, meg a harmadiknál, meg a negyedik résznél is. Tehát ha a tudás már egy országban rendelkezésre áll, akár gépek, technológia formájában, akár emberek formájában, vagy fejében, akkor az újabb tudáselemeket, újabb innovációt, újabb gazdasági
fejlődést, azt könnyebben állítják elő ezek az országok. És akkor ezt próbálja úgy az ENSZ, meg annak különböző szerve is alkalmazni, hogy megpróbálják az emberi tőkét fejleszteni ezekben az országban valahogy, ez nem olyan nagyon egyszerű, tehát tudást áramoltatni át, és akkor talán ezzel segíthetik a felzárkózást. Visszatérve a szlájdokhoz. A jelenben való hasznokat, tehát mint mondtam, korábban nem tekinthetjük beruházásnak, tehát aki kifejezetten szeret előadásra járni, az ezt fogyasztásnak kell, hogy hívja, azt a részét pedig, amit ebből majd megőrz, és a későbbiekben használ, az lesz majd a tőke. Tehát a tudás beruházások, mint például az egyetemi továbbtanulás is, mindenképpen mondhatjuk, hogy tőkét teremt, és azt is említettem, hogy elég sokfajta tőkét teremthet. A közgázban a tőkét azt úgy definiáljuk, hogy korábban is mondtam, hogy beruházással jön létre, és viszonylag hosszú távon hozamnövekedésre vezet. Ezt mondtuk, hogy ez egy oktatásra is igaz, megtanultam valamit, viszonylag hosszú távon, emiatt én többet tudok majd keresni. Van még másnak is persze tőke jellegű hatása, említettem a gépeket. Ha valaki vesz egy gyorsabb, nem tudom én, számítógépet, akkor gyorsabban tud vele dolgozni, adott időegység alatt több munkát tud végezni, tehát többet fog keresni. Aki gyorsabb mosógépet vesz, kevesebb ideje megy el a mosásra, ezek mind-mind tőkeberuházások tehát. Tehát van fizikai tőke, a tudás az pedig emberi tőkét fog jelenteni. A kettő között, a következő szlájdon térek majd ki jobban rá, a kettő között a fő különbség az, hogy a fizikai tőke rajtam kívül van, ez a laptop is fizikai tőke, megvehetem, eladhatom, a tudás az viszont belénk épül, azt nem tudjuk eladni, nem tudjuk kivenni, sajnos megvenni sem tudjuk, kénytelenek vagyunk végigszenvedni a megszerzését, de erről majd egy kicsit később beszélek. Ezen kívül tőkének tekinthetjük a kapcsolatokat is, ezt is említettem korábban. Ha én valakivel jó baráti kapcsolatot, vagy szakmai kapcsolatot, vagy üzleti kapcsolatot építek ki, én arra huzamosabb ideig tudok támaszkodni. Föl tudom hívni a későbbiekben majd, hogy már mondjuk x éve nem találkoztunk, de most hirtelen kell a segítsége, és emlékezni fog rám, mert jó kapcsolatot építettem ki, egy csomó időt, pénzt ebbe investáltam, akkor tudom használni az ő erőforrásait. Ez megint csúnyán hangzott most, de a barátság is ilyen. Tehát, hogyha nekem van egy olyan ismerősöm, akinekvel meg tudom osztani a panaszaimat, segítséget, tanácsot tudok tőle kérni, az is beruházás, csak éppen mondjuk érzelmi vagy baráti beruházás volt. Ezt így kevéssé szoktuk használni ebben a kontextusban, de ez is annak minősül. Gondoljatok arra, hogyha pszichológushoz kell mennem, mert nincs elég barátom, akkor az mennyi pénzbe kerül, már is látszik ennek az anyagi megtérülése. Vagy pszichiáterhez az még többbe kerül, még a gyógyszert is meg kell venni utána. Nem is akarok ebbe az irányba tovább menni. A fogyasztói tőkéről beszéltem már, a tudástőkéről meg csak annyit, hogy ezt szervezetek szokták így említeni. A vállalatok azok igyekeznek a tudást az emberen kívül is tárolni. Ez most elsőre furán hangzik, de másodjára, ha belegondoltok, hogy van ilyen, hogy tankönyv például, akkor már nem hangzik annyira furán. Tehát amit az emberek megtanultak, azt igyekeznek valahogy az embertől függetleníteni. Ez vajon miért kellhet? Miért nem jó az, ha csak az emberekben van a tudás? Mondjuk a vállalat kiír ösztöndíjakat, azon elküld hallgatók az egyetemre, azok ott megokosodnak, és majd termelékenyebbek lesznek. Mi ebben a veszély vajon a vállalatoknak? Most én is vállaltam egy kis kockázatot, mert kérdeztem az előadáson. Ki mondja ezt most? Köszönöm. Most itt túlnéztem rajta, de teljesen igazad van. Tehát a fluktuációval, ami most egyre erősebb, ezt a veszélyt fogja a vállalat vállalni, ő kifizette. Tehát, hogyha a vállalat fizet neked egy tanfolyamot, mondjuk egy lean tanfolyamra, vagy minőségmenedzsment tanfolyamra beírott, került neki mondjuk 500 000 forintjába, te meg megtanultad és lelépsz, akkor nem mondhatja, hogy öreg, azt a tudást hagyd már itt, mert azt én fizettem ki. Tényleg az övé, tényleg ő fizette ki, és tényleg viszed magaddal, mert nincs már adósabb szolgaság sajnos, vagy nem tudom, szerencsére, ez attól függ, hogy ki mondja. A vállalat úgy fogja gondolni, hogy sajnos nincsen. Próbál majd ehhez hasonlót létrehozni, nem tudom, hogy volt-e már ilyenhez szerencsétek, a vállalat, amikor ilyenre beírat benneteket, előtte alá fog iratni veletek egy papírt, hogy x évig nem léptek le, vagy ha leléptek, akkor visszafizetitek ennek az árat. Ez nem azért van, mert a vállalat piszok, ez azért van, mert a vállalat kifizette azt a tőkét, és ha ezt a laptopot, ez például nem az én laptopom, ezt az egyetem ezt vette, van rajta egy matrica, azt nem látjátok, hogy milyen pénzből vett az egyetem, én de elhozhattam, nyilván, mert a munkámhoz kell, de ha én felmondanék, vagy kirúgnának, akkor ez maradna. Ugyanezt az itt megszerzett tapasztalataimmal, kapcsolataimmal nem tudják megtenni. Ezt mondták úgy régen, hogy tanulj, mert azt senki nem veheti el tőled. Ez tök jól hangzik, amikor az emberről van szó, és tök rosszul, amikor a vállalatról. Tényleg, mert tanult az én pénzemen, és nagyon nem is akarom tovább mondani.
de értitek nagyjából, miről van szó. És a tudástőke felfogás az abba az irányba megy, hogy valahogy szedjem le az emberről azt a tudást, amit nálam hozott létre. Például elküldtem egy tanfolyamra, irassak belőle vele egy vázlatot. Vagy megokosodott, adját a többieknek, tartson egy workshopot, egy konferenciát, tanítsa be a többieket, tehát próbáljam meg megvédeni azt a tudást, amit én megvásároltam. Ezt másik oldalról is megpróbálhatjátok felhasználni, ez kicsit piszok dolog, de hogyha egyszer már van eszetek, tudásotok egy vállalatnál, és emiatt fontosak vagytok, igyekezzetek megőrizni, de ezt igyekszik majd a vállalat leszedni rólatok, ebből van egy ilyen kis harc. Oké. Jó, és akkor azt még fontos említenem, hogy mondtuk, hogy a pénz, amit az oktatásra fordítotok, meg az idő, amit az oktatásra fordítotok, nem csak a tiétek, tehát egy részét adóból finanszírozzák, egy részét mondjuk a szülők adják össze, tehát ez társadalmi szintű beruházás. Ha ezt elherdálja mondjuk az egyetem, vagy a hallgatók, akkor az társadalmi szintű veszteség. A hasznok is társadalmi szinten jelentkeznek. Ha elég sok ember okos körülöttünk, az nekünk is jó. Egyrészt kellemesebb is okos emberekkel beszélni, mint kevésbé okosakkal, másrészt meg kevesebbet fognak verekedni, bűnözni, vagy másképp fognak bűnözni. Konkrétan, amit ki tudnak mutatni a statisztikák, az az, hogy kevesebb az erőszakos bűncselekmény. Na most az adócsaláshoz nyilván a számviteli ismeretek jól jönnek, tehát vannak olyan fajta bűnözési módok, amit nem biztos, hogy megakadályoz az oktatás, de önmagában jobb lesz a társadalom, civilizáltabb lesz a társadalom, jobb lesz ebben élni. Adót is többet fizetnek a műveltebb emberek, de ezt már egyszer kifizették, tehát ezt én nem venném ilyen plusz haszonnak, bár föl szokták sorolni. Ide tartozik még az is, hogy nő majd az innovációk száma, egyre jobban fejlődik körülöttünk a világ, egyre több okos dolgot találunk ki, egyre önállóbbak lesznek az emberek. Ezeket úgy szokták nevezni, hogy külső gazdasági hatások. Tehát, ha családból valakit beiratunk tanulni, az egész családnak jobb lesz tőle, de még a szomszédoknak is egy kicsit. Ez a fajta túlcsorduló hatása az oktatásnak egy olyan, ami szintén támogatja azt a megfigyelést, hogy a gazdagabb országokban gyorsabb lesz a fejlődés, mint a szegényebbekben. Ugyanis a vállalatok, ha több oktatásba ruháznak be, az egyetemek, ha több embert oktatnak, abból több is fog szétsorogni a környező területekre. Tehát ha az én vállalatom kifejlesztett valami dolgot, prototípus gyártott, utána terméket csináltam belőle, a terméket egyszerűen megveszi a versenytárs vállalat, jönnek az ő mérnökei, szétszedik, ezt úgy hívják, hogy visszafejtő mérnökség, reverse engineering, van ilyen szakma. Egyszer belefutottam abba, ez megint nem a szlájdokról szól, de kapcsolja kicsit ide, hogy ezt így meséltem TTK-soknak, és akkor valaki jelentkezett, hogy ahol ő dolgozik, ott ezt csinálják. Tehát ez ennyire közel van hozzánk, megpróbálják megfejteni azt a tudást, sokkal gyorsabban szerzik meg, mintha nekik kellett volna előről létrehozni. Oké, tehát a tanulásnak van egy ilyen gazdaság és társadalom gyorsító hatása is. Jó. Amikor tanulók oldaláról nézzük ezt, tehát ez döntően az emberi tőke lesz, az összes többinél meg a kapcsolati tőke, az összes többinél inkább társadalmi szintről beszélhetünk, vagy szervezeti szintről. Tehát amikor ti itt vagytok, döntően az, amikor ti tanultok, az a ti belső termelékenységeteket fogja, belső keresőképességeteket növelni, ez az emberi tőke beruházás, többet fogtok érni a munkadónak, ezért többet is fog fizetni, másrészt pedig a kapcsolati hálótok miatt fogtok tudni többet keresni. Oké. Az emberi tőke definíció gyorsan átugranám, itt szépen hosszan el van mondva az, amit itt kifejtettem részletesebben. Az emberi tőke tehát olyan, ami nem választható el tőlünk. A gépet el tudom tőlem választani, a laptopot meg tudom venni a boltban, aztán el is tudom adni. Az emberi tőke viszont velem együtt jön létre, és velem együtt is működik. Ez az a probléma, hogy ahhoz, hogy nekem egyetemi szintű tudásom legyen, nem elég bemennem a szupermarketbe és levennem a polcról. Aki látta a Matrixot, már nem olyan nagyon új film, de azért azzal kezdődik, hogy ott már így megy, tehát berakják a Neo-ba a kung fu tudást, meg ehhez hasonló. Ez sajnos még nincsen. Azért mondom a sajnos, mert sokkal több okos ember lenne Magyarországon is, meg világon is, hogyha nem kéne vele végig szenvedni azt a nem tudom én hány évet, amíg te tanulsz. Nem ismerem gyorsan itt összeszámolni, de ugye elkezdődik valamikor az óvoda vége fele, és nem ér véget. Tehát ez elég sokáig fog tartani. Elég sokszor kell beruházni, erre nem mindenki képes, ezt így kivárni, meg hogy folyamatosan fegyelemmel tanuljon, sokkal gyorsabb lenne megvenni. Oké, tehát nem lehet tőlünk elválasztani. Viszont le se lehet rólunk szedni, erről beszéltünk korábban, a munkaadó nem tudja visszakapni a pénzét. Megint megpróbálkozok egy kérdéssel, vajon magánjellegű, tehát nem államilag támogatott diákhitelt bankok adnak? A diákhitelről mindenki tudja, hogy Magyarországon van ilyen, biztos azt is tudjátok, hogy
ezt az állam garantálja a bankok felől, hogy vissza lesz fizetve. Ha te nem fizeted vissza, az állam fogja. Először is rátszabadítják a NAV-ot, tehát a NAV kölcsön van adva erre. Más hiteleknél nem lehet bevetni, de a diákhitelnél be lehet. És ha még így sem fizeted vissza, mert elszöktél külföldre, akkor az állam fogja a bankot kárpótolni. Tehát ez nem magánjellegű teljesen. Fog valahol a világon, van-e olyan, hogy rendes magánbank hitelt ad arra, hogy egyetemre járj. Szegény családba születtél, de okos vagy, szeretnél tanulni, később többet fogsz keresni, abból simán vissza tudod fizetni, meg fogja ezt hitelezni neked egy bank. Azért nem, amit az előbb mondtunk, nem tudja visszakapni. Azt mondod neki, hogy nem fizeted vissza, nem tudja leszedni rólad. Kénytelen az állam beavatkozni. A diákhiteles rendszer egyébként, most nem a magyarról beszélek, hanem általában, az pont azért jött létre, ilyen állami finanszírozás, hogy a szegényeket is, szegények gyerekeit, stb. Is hozzásegítse az oktatáshoz, anélkül, hogy el kéne venni a pénzt másoktól. De erre most nem akarok jobban kitérni. Igazságosabb, mint az, hogy adópénzből finanszírozzuk, tehát akkor másnak elvennénk a pénzét, odaadnák ennek az embernek, hogy tanuljon, így viszont saját maga fogja visszafizetni azt, amit keresett, de lépek tovább a szlájdon. A beruházási folyamat is elválaszthatatlan, meg tehát a felhasználási folyamat is az egyéntől. Oké. A keresőképesség növekedését említettem már, ezt az egyén oldaláról nevezzük így. Magasabbak lesznek a bérek, amit kapsz, jobban tudsz majd, nem tudom, befektetni a bankokban, tehát több lesz a jövedelmet, ha okosabb vagy. A cégek oldaláról ez termelékenységi növekményt jelent, tehát ha neki az alkalmazottai képzettebben, akkor ő több terméket tud majd előállítani azonos időegység alatt. Jó, de lehet, hogy nem keresetünket fogjuk növelni, ezt is mondtam korábban, hanem egyszerűen közvetlen a hasznosságot, ez volt az a bizonyos fogyasztói tőke. Gond még az emberi tőkével, és ezzel szenvedünk mi is meg 10 egyetemen is, hogy nem tudjuk megmérni. Nekünk fogalmunk nincs, hogy neked mennyi tudásod van, a vizsgai időszakban is csak azt tudjuk megmérni, hogy hogyan tudod kitölteni a tesztet, vagy hogyan tudod megírni a dolgozatot. Tehát a hatásait tudjuk mérni az emberi tőkének, azt nem fogjuk tudni leolvasni, hogy kinek mennyi van. Ez azért okoz problémát, mert ha le tudnánk olvasni, sokkal könnyebben találna munkát az ember. Nem tudom, hogy ki mennyire keresett már munkát, az egész arról szól, hogy a cégnek kéne valamilyen ember, te neked kéne valamilyen állás, és kerülgetitek egymást. Mert fogalmatok nincs, hogy neked melyik állás jó, neki meg fogalma nincs, hogy ki az, aki ért is hozzá, lojális is lesz, motivált is lesz, és ezt próbálják mindenféle trükkös módszerekkel kitalálni, például megnézik, hogy elég sokat járt-e iskolába az illető, megnézik, hogy jó motivációs levelet írt-e, csinálnak vele interjúkat, ezt az egészet le lehetne rövidíteni. Sajnos azonban nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy egy okosabb ember általában szebben fogalmaz, jobban megcsinál az önéletrajzát, értelmesebben beszél az állásinterjún, jobbak lesznek az iskolai eredményei, de ezeknek egy részét meg lehet hackkelni, tehát lehet csalni, másik részről pedig nem biztos, hogy pont azt a tudást tudjuk megmérni, ami nekünk majd x év múlva kell a vállalatnál. Jó. A közösség számára pedig már említettem, hogy szintén vannak hozamai, ezt mondtam, hogy el se lehet a többiek elől zárni a tudásnak egy részét. Tehát, aki nek több lesz az emberi tőkéje, az többet fog keresni, elégedettebb lesz a munkájával, többre fogják becsülni a többiek, és ráadásul még a fogyasztás is jobban fogja élvezni, könyveket, filmeket, kirándulást, bármi mást. Tehát eddig elég jónak hangzik a dolog, de ne felejtsük el, hogy az elején a rosszakkal kezdtük, tehát van ennek az egésznek költsége, neked azt kéne megsatszolni, hogy még így is megérje. Hogyan tudunk beruházni ebbe a bizonyos emberi tőkébe? A tanulást már említettük, de a tanulásnak is van több szintere. Aki andragógiát, pedagógiát, ilyesmit tanulott, biztos ezzel teletömték már a fejét, hogy van ilyen, hogy formális tanulás, ebbe vagyunk mi. Igazam van? Mint a visszajelzésekből ezt láttam volna. Elnézést a szóhasználatért, tehát már megokosították ezen a téren. A formális tanulás lényege, hogy valamilyen programszerűen fölépített dolgon mész végig, ez részekre van bontva, a részek után vizsgázol, így léphetsz be a következőbe, tehát előre ki van találva, hogy hogyan kell előre haladni. Ez tipikusan akkor jó, amikor a szemléletmódot, attitűdöt, az egészét el akarjuk sajátítani annak a fajta szakmának, amit éppen meg akarunk tanulni. Egyébként elég egy tanfolyamra elmenni, valaki csak kötni, varni, asztaloskodni akar, lehet, hogy egy gyors tanfolyammal is meg tudja azt tanulni, aminek neki szüksége van, ettől még nem válik asztalos gondolkodásúvá, varrónő gondolkodásúvá, és így tovább. A nem formális tanulás az tipikusan ilyen tanfolyam jellegű dolgokat jelent, céges vagy más jellegű, az most mindegy. És ne felejtsük el, hogy lehet tanulni tapasztalatszerzéssel is. Ez egy újabb meggondolandó dolog, amikor valaki iskolapadban ül, azt mondtuk, hogy elveszíti a kereseteket, de a tapasztalatszerzésnek egy részét is elveszíti. Tehát a szakmai tapasztalat is fontos, nem ugyanazt adja ugyanakkor, mint az oktatás. Ha elmész
tanulás helyett dolgozni, akkor csak gyakorlatot fog szerezni, és nem fogod megszerezni a megalapozását. Tehát ezt kellene valahogy kiokoskodni, hogy mikor melyiket kell csinálni. Tehát a munkatapasztalat is emberi tőkét növel, aki sokat gyakorol, az jobb lesz, de nem pont ugyanúgy, mint hogy az elméleti alapokat is megszerzed. Nem csak tanulással lehet emberi tőkét növelni. A munkaadó számára az is sokat ér, ha egészségesebb vagy. Vajon miért? Nagyon jó. Jó, megint, amit mondtál, az, aki beteg, az nem dolgozik, vagy rosszabbul dolgozik, lefertőzi a többieket, azok se dolgoznak. Tehát, hogyha én a tápénzes napok számát, meg a köhögéssel töltött munkapercek mennyiségét tudom csökkenteni, akkor a cégem többet fog termelni. Tehát a vállalatoknak is, a tudatosabb vállalatoknak megéri figyelni arra, hogy eleget aludjanak a dolgozói, nem a munkahelyen, hanem hogy hamarabb hazengedje őket, a munka magánét egyensúlya rendben legyen, figyelnie kell arra, hogy a menzán, a kantinban milyen kaját adnak, támogathatja a sportolást, és így tovább. De nekünk magunknak is erre oda kell figyelni. Van arra is tanulmány, nem is egy, amely kimutatja azt, hogy vizsgaidőszakban azonos mennyiségű tanulás mellett, ez fontos, aki egyébként testedzéssel is törődik, az több jegyet is fog, jobb jegyek, na szóval hogy van ez, magasabb átlagot is fog elérni a jegyekben. Egész egyszerűen azért, mert egészségesen hatékonyabbak, termelékenyebbek vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy tovább is fogunk élni, tehát tovább is fogunk egészségesen élni, a munkahelyünket is kisebb valószínűséggel hagyjuk ott azért, mert mondjuk lerokkannánk. Tehát ezzel is be lehet ruházni mobilitással, migrációval is. Ezt mindenki értse már jól, tehát itt volt némi probléma ezzel a fogalommal az utóbbi néhány évben, de alapvetően emberi tőke kihasználási szempontból ez pozitív. Ha te megtanultál valamit, akkor oda kell menned, ahol azt a legjobban ki tudod használni. Ez ott lesz, a legtöbbet fizetnek érte, ezzel a GDP növekedni fog a világ egészében, vagy az ország egészében is. Tehát aki mondjuk nyelveket tanul, hallgatóként kipróbálja a vendéghallgatói, cserehallgatói dolgokat, megismer más kultúrákat, az számíthat arra, hogy ez neki meg fog térülni, hiszen azt a tudását mindig a leghatékonyabban fogja tudni kihasználni, mert oda tud menni, ami ennek a legkedvezőbb fizikai környezetet, gépeket, kollégákat, stb. Tudja biztosítani. Tehát ebbe való beruházás is fontos. És beruházhatunk abba is, hogy magunkról információt nyújtsunk. A munkaadó, ezt mondtam korábban is, igyekszik megtudni azt, hogy neki kit kéne fölvennie. De ha te odamész a munkaadód és azt mondod, hogy te nagyon okos vagy, ezt ő nem fogja elhinni, mert ezt a buta is ugyanúgy tudja mondani, ha nem annyira buta, hogy ezt nem tudja kimondani. Tehát az átlagosan okos, meg a ettől okosabb ember között így nem tudunk különbséget tenni. Valami olyasmit kellene használnia erre a munkaadónak, olyan jelzést kellene találnia, amit a kevésbé jó munkavállaló nem tud megszerezni, vagy nem éri meg neki, a jó munkavállalónak viszont megéri. Tehát ami a jó munkavállalónak olcsó, a rossz munkavállalónak meg drága. És erre is jó egy erős oktatási rendszer, tehát ha a papírok megszerzése nehéz, tehát az, hogy te neked diplomád legyen, az sok tanulást igényel, lehetőleg sok különböző tantárgyból, akkor ezt csak a jó tanulási képességű emberek tudják olcsón megcsinálni. Ő viszont még lehet, hogy mellette dolgozni, és úgy két szakot elvégez. Tehát ha valakinek magasabb a végzettsége egy ilyen oktatási rendszerű országban, akkor azt bátran fölvehetik a munkaadók, valószínűleg ott is meg tudja tanulni majd, amit meg kell, még akár akkor is, ha nem használnak semmit abból, amit az egyetemen tanult. Tehát fölvesznek egy másfajta végzettségű embert, mint amilyen nekik kell, a tanulási képességéről így is szereznek információt. Jó, aki viszont rosszabb képességű, tehát rosszabbul tud tanulni, annak nagyon fájni fog az oktatási rendszer, sok külön tanárra kellene költenie, több évig tartan az egész, valószínűbb, hogy ezt nem csinálja végig, vagy el se kezdi. Tehát egy erős oktatási rendszer, vagy egy erős egyetemre elmenni tanulni, ez azért lehet hasznos, mert ezt a munkaadó jelzésként tudja használni. Ha ezt kibírta az illető, meg itt tudott papírt szerezni, akkor nálam is meg fogja tanulni azt, amit majd itt meg kell. Ezek nagyon fontos, hogy kombináltan működnek ezek a beruházási folyamatok, és ezért üthetik is egymást. Tehát neked döntened kell arról, hogy melyik fajta beruházásba éri meg neked jobban befektetni. Tehát lehet például az, hogy te sokat tanulsz, és így elhanyagol az egészségedet, az nem biztos, hogy jó ötlet, tehát mind a kettőre érdemes odafigyelni. Az is előfordulhat, hogy te iskolapadban töltöd az idődet, és így kevesebb szakmai tapasztalatot szerzel, vagy kevesebb kapcsolatot építesz. A lényeg az, hogy itt vannak trade-offok, cserék. Tehát neked tudatosítani kell magadban azt, hogy amikor az egyiket csinálod,
a másikat nem tudod csinálni. És valahogy úgy kell kiokoskodni, hogy megnézd, hogy neked melyik a hasznosabb. És most nagyon fontos, hogy visszatérjek ahhoz, amikor azt mondtam, hogy van olyan, akinek jobban megéri esetleg nem járni mondjuk iskolába, hanem mondjuk kapcsolatokat építeni, ez tényleg így van. Mindenkinek magának kell azt eldöntenie, hogy ő neki mi éri meg jobban, mert a társadalom akkor fejlődik hatékonyabban. Tehát akinek nem fog megtérülni, mert nagyon sokba kerül mondjuk a tanulás, de viszonylag hatékonyan tud mondjuk gyakorlatot szerezni, az menjen tanulni olyan szakmát, amihez főleg gyakorlat kell, és ott ő sokat fog tudni keresni, és lesznek végre jó könyvesek, jó ácsok, stb. És ő is sokat keres, mi nekünk is jó lesz, és az jöjjön inkább egyetemre tanulni, aki meg ebben jó. De ugyanígy igaz az is, hogy amikor szakot választunk, azt kell megnézni, mi vagyunk hatékonyabbak, és így tovább. Tehát fontos, hogy itt vannak átváltások, vannak cserék, ezekkel tudatosan kell bánni. Mindenképpen lemondunk valamiről, ha másikat csináljuk, de azért azt is el kell említeni, még az előző szlájdnál járok, itt szövegben, hogy persze egymást erősíthetik is ezek a hatások néha. Tehát aki elég ügyes, az például mondjuk olyan szakot vesz föl, amit közben szeret is csinálni, vagy amit mondjuk otthon tud gyakorolni, vagy amilyen céghez el akar majd menni, és ott ezt alkalmazza, akkor egyszerre tud akár szakmai tapasztalatot szerezni, kapcsolatot is építeni, és még emberi tőkét is növelni. Tehát fontos erre tudatosan odafigyelni. Például a diplomadolgozat választásnál, szakdolgozat választásnál szoktuk ugye tanácsolni a hallgatóknak, hogy ne csak azt nézze, hogy őt mi érdekel, hogy mihez van szakirólam, azt is nézze, hogy a munkaadója mit fog kérni, akihez majd el akar helyezkedni, és hirtelen be tudta írni a CV-jébe, tud miről beszélni majd az az állásinterjún. Tehát próbáljuk okosan. Említettem korábban a kapcsolatokat. Ugye azt is mondtam, hogy a kapcsolatokból is tőkét alakíthatunk ki. Azért tőke, mert beruházással hoztam létre, és hosszú távon növeli a keresőképességemet, termelőképességemet. Ilyen példákat mondtam korábban, hogyha nekem van mondjuk megértő barátom, akivel el tudok beszélgetni a problémás helyzetekről, akkor meg tudom spórolni mondjuk a pszichiátriai költségeimet, vagy ehhez hasonlót. Hogyha van egy erősen kiépített, jól kiépített üzleti kapcsolatom, akkor olcsóban jutok termékekhez, gyorsabban tudok megoldani üzleti problémákat. Hogyha van egy ismerősöm, akinek van egy utánfutója, akkor nem kell kölcsönözni, mert el tudom tőle kérni. Tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy a kapcsolatokon keresztül erőforrásokhoz férek hozzá. Ez erőforrás, ez lehet valakinek a személyisége, a vele való beszélgetés lehetősége, de lehet akár egy kölcsönkért utánfutó, vagy egy üzleti kapcsolati háló is. Tehát a kapcsolatoknak a kiépítését se hanyagoljuk el. Az egyetem erre talán az utolsó olyan lehetőség, amilyen formális keretek között zajlik. Nyilván az általános iskolai kapcsolatok, középiskolai kapcsolatok is fontosak, de azért az általános iskolában kevésbé olyan emberekkel jártunk, akiket az alapján szelektáltunk, hogy hasonló területen akarnak majd elhelyezkedni, mint mi. A középiskola már nyilván erre kicsit jobb, egyetem meg talán ez a legközelebbi. Tehát a társadalmi vagy kapcsolati tőke az ugyanazt jelenti, csak attól függ, hogy ki használja. Tehát van, ahol így hívják, van, ahol úgy hívják. A lényeg az, hogy emberek közötti kapcsolatokba ruházunk be. Ez azért hangsúlyoztam még egyszer, mert mondtuk, hogy hol vannak a fizikai tőke, emberi tőke. Fizikai tőke rajtam kívül van, az emberi tőke bennem van, a kapcsolat viszont közöttem meg egy másik ember, vagy közöttem meg egy másik intézmény között van. Tehát, hogyha én továbbra is emlékszem arra az emberre, nekem továbbra is szimpatikus, viszont az ő részéről megromlott a kapcsolat, ne agyisten elköltözött, meghalt, akkor az én kapcsolati tőkémnek annyi. Tehát ezt egész egyszerűen máshol tároljuk, ezért erre érdemes odafigyelni. Most mondom emberibben, a kapcsolatokat ápolni kell, fönt kell tartani, mert különben nem fogjátok tudni használni őket. És most még egyszer ne értsetek félre, amikor ilyeneket mondok, hogy használni, erőforrásokhoz hozzáférünk, ez nem azt jelenti, hogy embertelen dolgokról beszélek, ez csak azt jelenti, hogy tudományosan fordítottuk egy kicsit. Nyilván egy jó baráti kapcsolat is azért van, legyünk őszinték, mert szeretjük a baráti kapcsolatokat kiépíteni, tehát ott is használjuk ezeket a kapcsolatokat, csak ezt a szót nem mondjátok a barátaitok, ha megsértődnek, de egyébként nyilván erről van szó. Oké. Vagyis vannak hozamok, vannak költségek, hogyan döntsük el, hogy tanuljunk-e tovább. Tehát ti már egyszer döntöttetek, úgyhogy némi tapasztalatot le is vonhattok belőle, hogy mennyire jól megy nektek mondjuk az egyetemi tanulás, de amikor az ember tovább akar az egyetemen tanulni egy másik szakot, egy magasabb szintet, vagy mit tudom, doktorin gondolkozik, akkor ezek újra meg újra föl fognak merülni ezek a kérdések. Papíron nagyon egyszerű a dolog, meg kell nézni, hogy mennyibe kerültek a ráfordítások, vagy kerülnének a ráfordítások, és ha ettől többet hoznak a hozamok, akkor csinálni kell. De
azért ennyire nagyon nem egyszerű a dolog. Az egyik az az, hogy a hozamok majd később jelentkeznek a jövőben, és hosszabb távon osszanak el. Tehát most nagy összegű tandíjat kifizet, sok időd rámegy, és utána pedig hónapokon keresztül, éveken keresztül szered a viszonylag kis hasznait, de nagyon sokáig. Ezt valahogy le kéne fordítani a jelenre. Ezt úgy szoktuk csinálni, mondjuk üzleti életben, hogy mondjuk a kamattal, inflációval, ilyenekkel beosztjuk a jövőbeli hozamokat, és kiszámoljuk. Egy banki kötvénynek nagyon könnyen ki tudjuk számolni a jelenbeli értékét, amennyiben viszonylag stabil az infláció, amit most nem az, de hogyha viszonylag stabil, akkor jól ki tudnánk számolni. A magánéletben már sokkal nehezebb, mert neked azt is tudni kell, hogy te neked magadnak mennyit ér az, hogy jövőben kapsz valamit. Van néhány sejtésünk arról, hogy ki jövő meg ki jelenorientált. Azt szoktuk megfigyelni, hogy az ember milyen olyan dolgokat csinál, amik tipikusan a jövőjét segítik vagy teszik tönkre, és mennyire olyanokat, ami tipikusan a jelenben hoz hasznokat, vagy mennyire kerül a jelenbeni károkat el. Tehát például, aki mondjuk hosszú távon egészségkárosító tevékenységeket folytat, dohányzik, bungee jumpingol, ilyesmit csinál, akkor tudjuk, hogy ő valószínűleg nem jövőorientált lehet, ő most ezt élvezi, most ez neki jó, és az meg nem érdekli, hogy a későbbiekben ez milyen következményekkel fog járni. Aki már most elkezd nyugdíj előtt takarékosságba bepakolni, az meg nagyon jövőorientált lehet. Most nem akarok ilyet mondani, hogy megéri vagy nem éri meg, de azért érdemes elgondolni, majd 70 éves kortól, amikor nyugdíjba mentek, arra érdemes most elkezdeni spórolni. Valószínűleg a többség úgy gondolja, hogy nem. De valaki, aki már úgy gondolja, hogy most félreteszeget erre, az valószínűleg inkább jövőorientált lehet. Ez azért érdekes, mert ezek szerint az oktatásba inkább a jövőorientáltaknak érdemes jönni. Ennek lesz egy olyan érdekes következmény, amit nem raktam föl a szlájdokra, de elmondani érdemes, hogy minél tovább tanul valaki, annál tovább fog élni. Tényleg. Tehát a férfiaknál ez olyan 12 év különbséget jelent az alapfokú meg a felsőfokú végzettség között, nőknél kb. 6 évet. Tehát, hogyha mondjuk a hölgyek abban gondolkoznak, hogy választanak maguknak egy férjet, és kevés ideig akarnak özvegyek lenni, akkor magas végzettségű férfit kell választani, mert az nem él annyival kevesebb ideig, mint egy átlagos hölgy, viszont egy alacsonyabb végzettségű elég hamar itt fogja hagyni. Tehát átlagosan természetesen. Amikor először találkoztak ezekkel a tapasztalatokkal, ugye fölmerült a kutatókban a kérdés, hogy hát akkor, ha én tovább akarok élni, akkor tanuljak még? Tehát, hogy ha több egyetemi évet járok ki, akkor tovább fogok élni? A válasz sajnos valószínűleg a nem. Ugyanis inkább arról lehet szó, hogy eleve aki egyetemre hajlamosabb járni, az valószínűleg egészségesebb életmódra is hajlamos, és olyan a munkát fog választani, ami nem, meg olyan sportot, meg olyan életvitelt, ami nem teszi őt tönkre a rövid távon, hiszen eleve jövőorientáltabb. De azért némi köze lehet a kettőnek egymáshoz. Minél magasabb a végzettséged, annál valószínűbb, hogy megválaszthatod, hogy hol fogsz dolgozni, és akkor már választhatsz egészségesebb munkahelyet is magadnak. Tehát valami köze azért mégiscsak van a kettőnek egymáshoz, de döntően inkább arról van szó, hogy kiválogatódnak az emberek. Ettől függetlenül igaz az, hogy tudjuk, hogy akinek magasabb a végzettsége, átlagosan várhatóan tovább él, akinek alacsonyabb, átlagosan várhatóan kevesebb ideig fog élni, csak az nem biztos, csak azért tisztába tegyem, az nem biztos, sőt nem valószínű, hogy az egyetemi éveknek a számától nő. Főleg, hogy ilyen hidegbe ültök, mint most, az nem biztos, hogy használ az egészségeteknek, de szellemi építkezéssel próbáljátok pótolni. Oké, jó, tehát a hozamokat is elmondtuk, egyéb hozamokat se felejtsétek el, tehát mint az elégedettséget. Igen. Mondtam ezt már korábban, egy kicsit elébe szaladtam a szlájdoknak, hogy amit később kapunk meg, az valószínűleg kevesebbet fog nekünk érni. A közgázban ezt úgy hívják, hogy jelenértékszámítás. A jelenértékszámítást, aki tehát tanult pénzügyeket, azt itt is fogja tudni alkalmazni. A többieknek annyit mondanék, hogy meg kell próbálni úgy átgondolni a dolgokat, hogy megpróbálni megbecsülni, hogy mennyivel fogsz többet keresni a jövőben, és eldönteni, hogy neked ez meg fogja érni. De nem csak a kereseteket, hanem a munkafajtáját is. Tehát tudni kellene hozzá, hogy milyen fajta hozamokat érdekelnek téged. Nem mindenkit azonosak érdekelnek. A legtöbb embert érdekli a kereset, de van, akit érdekel az is, hogy hasznos legyen, amit csinál, az emberiség számára, a környezet számára. Van, aki érdekesen szeretne dolgozni, van, aki olyanok között szeretne dolgozni, akiket jobban kedvel, vagy akik értelmesebbek, vagy hozzá hasonló értelmességűek, inkább így mondom. Tudni kellene, hogy mennyi időt vagyunk hajlandóak várni, amíg ezek a hasznok jelentkeznek, és ezek után tudunk majd, ja is persze nyilván tudni kell a költségét is adódnak, ezek után tudunk értelmesen dönteni arról, hogy megéri-e nekünk mondjuk a továbbtanulás. Azt a fajta mértéket, amivel leértékeljük a jövőbeli hasznokat,
azt diszkont rátának nevezzük. Ez egy szakkifejezés, de nagyon könnyű megegyezni, aki diszkontboltokról hallott már, az is azt jelenti, hogy leértékelt az áru, mit a jövőt értékeljük le. Aki mondjuk úgy dönt, hogy 100 000 forintja van, és ezt be akarja tenni egy bankba, az meg fogja nézni, hogy ő egy év múlva mennyi pénzt fog tudni kivenni a bankból. Mondjuk nem sokat, de mondjuk, hogyha állampapírba vagy mondjuk valami nyíltfékű befektetési jegybe teszi, akkor be tudja satszolni, hogy valahány százalékot ez hoz neki, és akkor döntsd el, hogy megéri neked most ezt a 100 000 forintot elverni, elkölteni, vagy majd mondjuk jövőre egy 110 000, 120 000 forint az megérje neked. Ezzel, amikor így nagyjából végig gondolod, hogy hány százalék haszon kéne neked ahhoz, hogy most lemondja erről a pénzedről, na az a te diszkontrátád. Tehát nagyjából ezzel be tudod lőni. És akkor van, akinek ez 50% lesz, van, akinek 200%, van, akinek már 5%-nál megéri. Egyénenként is változik. Amikor például lakásfelújításra fog valaki, akkor hirtelen most kell minden pénz, amikor éppen nincsen ilyen hirtelen kiadás, akkor később. Tehát ahogy az életünk változik, az élethelyzeteink változnak, a diszkontráta is alakulhat. És a legfontosabb talán az, hogy nézzük meg, hogy amikor mondjuk az iskolában töltjük az éveinket, akkor mit tudnánk e helyett csinálni? Tehát próbáljuk bebecsülni azt, hogy milyen hozamaink lennének egyébként. Ezt úgy szoktuk csinálni, és majd látunk rá konkrét számokat is, hogy megpróbáljuk megnézni, hogyha mondjuk tegyük, hogy valaki érettségizett most éppen, és dönthet róla, hogy szerez egy bachelor papírt, egy alapképzéses papírt, vagy érettségivel elhelyezkedik, akkor nézze már meg, hogy érettségivel mennyit lehet keresni, és satszolja meg, hogy ez a lemondás 2-3 akárhány éven keresztül neki megéri-e azért, hogy majd az alapképzésével annyival többet keressen. Ezek az adatok megnézhetőek most már a KSH-n szerencsére, tehát már ott is fönt vannak ezek a kereseti adatok, de aki pontosabbakat akar, nézzen szét a ismeretségi körében, hogy azok az emberek, akik olyasmi végzettséget szereznek, a környéken dolgoznak, azok mennyit tudnak ezzel keresni. Tehát nézzük meg az alternatív lehetőségeit annak, hogy mire használhatnánk az időnket vagy a pénzünket. Tehát az időnél ugyanúgy kell eljárni, mint amikor a pénzünket döntjük el, hogy befektetjük-e bankba, részvénybe, vagy elköltjük most éppen valamire. Oké, tehát nézzük meg, hogy mibe kerül, mit nyerek vele, vessük össze ezt alternatívákkal, és ezek után próbáljunk dönteni. Említettem már, hogy néhány számadat elérhető viszonylag könnyen. Én most egy pár példát fogok majd mutatni, de akit érdekel a saját sorsa, az viszonylag könnyen meg tudja ezeket nézni mondjuk a KSH-n, vagy mint mondtam, akár az ismeretségi körben is. Vannak néha olyan felmérések is, amik ettől pontosabb adatokat nyújtanak, tehát utána lehet nézni. Amiket érdemes figyelni, azok egyrészt a foglalkoztatási adatok. Valamilyen végzettséggel, milyen eséllyel leszek egyáltalán foglalkoztatva, vagy leszek munkanélküli, és hol tudok vele elhelyezkedni. Tehát amikor be akarsz ruházni mondjuk abba, hogy elmenj egy, nem tudom én, valamilyen közgazdász szakra, jogi szakra, kommunikáció szakra, egyiptológusnak, fizikusnak, stb. Nézd meg, hogy egy fizikus, egy egyiptológus, stb. Körülbelül mennyit tud keresni, milyen munkái lesznek, mennyi közülük az állás nélküli, hányan dolgoznak a McDonald's-ban, ahelyett, hogy azt csinálnák, amit tanultak, és ez alapján nagyjából el tudod dönteni, neked ez megérje. A másik a keresetek, hogy mennyit lehet vele keresni. Ugye ez nem ugyanaz, tehát egyik az jelenti, hogy biztonságban vagy, lesz állásod, a másik az, hogy meg is tudsz esetleg gazdagodni belőle, illetve néha el lehet érni elégedettségi mutatókat is, amikor az emberek dolgoznak, mennyire élvezik azt, amit csinálnak, mennyire elégedettek a munkájukkal. Na, ilyet nem tudok mutatni KSH-s adatok alapján, de más forrásokból néha meg lehet ezeket szerezni. Fontos, hogy ne csak a pénzre koncentráljatok, bár az nem egy rossz ötlet, hogy pénzben fejezzétek ki az értékét. Jó, van persze gond azzal, hogy nem minden van a piacon. Tehát aki mondjuk egy újfajta szakot kezd el tanulni, az nem tudja megnézni, hogy olyannal rendelkezők azok mennyit keresnének. Ilyenkor igyekezzünk hasonlítani. Tehát ahhoz, hogy aki nagyjából hasonló területen végzett, az mennyit tud például keresni, vagy mennyire élvezi a munkáját. Egy következő szakszó, amit érdemes ismerni, az a bérprémium. Kereseti prémiumnak is szokták hívni, vagy fizetési prémiumnak, talán ez a legelterjedtebb. Tehát a bérprémium azt jelenti, hogy amikor továbbtanulási döntésnél vagy, mondjuk érettségiztél, akkor a következő szint, mondjuk egy szakmunkás képző, vagy egy alapképzéses diploma, vagy egy bármi más, mennyivel növeli meg a keresetedet. Tehát a bérprémiumok azért hasznosak, mert azt mondják meg, hogy egy konkrét esetben neked mennyit fog hozni, ha egy szintet lépsz. Például mondjuk BSC-s papírod már van,
ha MSZ-d is lenne azon a területen, akkor mennyivel nőne meg a fizetésed, és akkor ezt tudod összevetni azzal, hogy most ebben a pillanatban, amikor megvan a BSC-s papírod, neked megérje még 2 évet az életedből feláldozni, és 2 évnyi keresetet feláldozni, és 2 évnyi blablabla, tehát pszichés költséget feláldozni. Fogsz annyival többet keresni, annyival érdekesebb helyen dolgozni, hogy ez neked megérje. A tapasztalat egyébként azt mutatja, még ehhez hozzátenném, hogy ne csak azt nézzétek meg, hogy egy kezdő MSZ-s mennyit keres, hanem azt is nézzétek meg, hogy mennyivel magasabb kereseti pályára áll rá. Egy tisztán teoretikus ábra mutatja itt most azt, amiről éppen beszélek, hogy mondjuk van, aki úgy dönt, hogy ő A pontban elkezd dolgozni. Tehát most nem tanul tovább, hanem ő elkezd dolgozni. Akkor neki is emelkedni fog a keresete, hiszen szakmai tapasztalatot gyűjt. Elkezdik ismerni a nevét. Egy tapasztaltabb kőműves többet keres, mint egy kevésbé tapasztalt kőműves. Aki sokat könyvelt már, az a könyvelő többet fog érni, mint egy kezdő könyvelő, ez biztos. De dönthet úgy az illető, hogy B pontban indul, és még nem hogy keresne, hanem plusz költségeket vállal, elkezd tovább tanulni, még vesz könyveket, még fizet tandíjat, még lemond keresetekről, és majd csak x év, mondjuk itt jelen esetben mondjuk 4 év elteltével megy a piacra, és tegyük föl, hogy csak annyit keres kezdőként, mint egyébként a másik ember keresett, akkor is idővel ez megtérülhet neki, mert egész egyszerűen gyorsabban fognak növekedni az ő bérei. A magyar tapasztalat egyébként nem ez, hanem a magyar tapasztalat az, hogyha mondjuk egy MSZ-s, ezt azért merem mondani, mert ilyeneket mi is mértünk, most ilyet nem hoztam el, mert sajnos az adatbázis az most már nem elérhető, utoljára 2012-ben néztük meg, de akkor nagyon igaz volt, diplomás pályakövető rendszernek vannak adatai, amik akkor elkérhetőek voltak elemzésre. Tudjuk azt, hogy amikor valaki szerez mondjuk egy BSC-t, amit ő 2 vagy 3 év múlva plusz tapasztalatokkal keres, attól többet lehetett MSZ-s induló keresettel keresni. Tehát még a tapasztalattól is többet ért az a piacon, hogy tudták, hogy na, ennek egy rendes egyetemi papírja van. Mert biztos hallottátok már ezt, hogy amikor a bachelor rendszer bejött, azért ehhez a cégek nehezen tudtak, a bachelor master rendszer bejött, bolonyai rendszer, nehezen tudtak ehhez alkalmazkodni. Addig tudták, hogy van főiskolás, meg van egyetemista, és akkor bejött valaki, hogy neki BSC-s papírja van. Az azt jelenti, hogy még nem fejezted be az egyetemet? Majd gyere vissza, amikor megvan az MSZ is. De nagyon sokan így álltak ehhez akkoriban hozzá. Ez azóta már persze tisztulgatott, de még mindig valószínűleg igaz az, hogy egy teljes végzettségnek inkább azt fogadják el. Tehát nálunk van egy ilyen plusz tapasztalat is, hogy magasabb is az induló, magasabb kereset, és még ráadásul gyorsabban is fog növekedni. Jó. Természetesen konkrétan nem tudjuk megmondani, hogy a bérprémium nálad mennyi lesz, ez függni fog a te konkrét esetettől, de azért egy pár számot tudok mutatni. Ezeket a számokat a KSH-ról szedtem le kedden, tehát most nem írtam oda, hogy 2013-as adatok, de ha esetleg szerdán újat tettek volna fel, akkor elnézést, de viszonylag új adatokról van szó. Amit itt láthattok, a színek is jól látszanak szerintem most így ránézve, ezek a különböző végzettséggel, tehát 8 általánossal, azt kiszedtem belőle a 8 általános alatti, tehát most nincsen benne, 8 általánossal, vagy érettségivel, vagy érettségi nélküli szakmai középfokúval, vagy érettségivel és még plusz szakmával, vagy főiskolával, illetve BSC-vel, BA-val, vagy egyetemi végzettséggel, illetve mesterrel, hogyan alakultak a, bocsánat, nem a keresetek, rosszat mondtam, a foglalkoztatás, de keresetek is lesz majd. Tehát foglalkoztatási adatok, az nagyjából annyit jelent, hogy aki munkát tudna vállalni, abból mennyi fog ténylegesen munkát vállalni, tehát helyezkedik el. Itt akkor azt lehet látni, hogy a legalsó kék az a 8 általános jelenti, a legmagasabb zöld az meg az egyetemi mestert, és a kettő között a végzettségi hierarchia bontakozik ki. Vagyis tudjuk azt adatokkal alátámasztani, hogy minél magasabb a végzettséged, annál valószínűbb, hogy lesz állásod. Ez most konkrétan ennyit tud megmutatni, és még egy dolgot, ez 2009-től indul, és sehol nem látjuk, hogy kereszteznék egymást a vonalak, néha kicsit közelebb kerülnek, néha kicsit messzebb, ez viszonylag stabil összefüggés. Tehát minél magasabb a végzettséged, az annál jobban fog védeni a munkanélküliség ellen, vagy jobban mondva, nagyobb biztonságot ad, hogy te foglalkoztatva leszel majd. És ezek a számok egyébként emelkednek is, azt is látjátok. De ha nem emelkednének, hanem csökkennének, akkor se változna a hierarchia. Tehát először mindig az alacsonyabb végzettségűeket bocsátják el, vagy nem veszik föl. Csak azért, hogy lássuk, hogy miről van szó, hogy föltettem egy olyan mutatót is, ami iskolai végzettségtől függetlenül
a nők és a férfiak foglalkoztatását mutatja, csak nézzétek meg, hogy ez körülbelül 10% ponnyi különbséget jelent. Itt meg az alsó és a felső szint között, hát nagyjából egy olyan 50% ponnyi különbség van, tehát többet számít, hogy mennyit tanulsz, jóval, mint az, hogy mondjuk férfi vagy éppen nő vagy. A foglalkoztatási ráta végzettség szerint, de most úgy néztem meg, hogy a férfiak foglalkoztatási rátájából, százalékából kivontam a nőkét. Itt azt a tapasztalatot szeretném ebből csak levonni, hogyha megnézitek, a nulla, tehát mit jelent akkor a pozitív meg a negatív szám? A pozitív szám, mivel a férfi százalékból vonjuk a női foglalkoztatást, azt jelenti, hogy ha pozitív az értékünk, akkor a férfiak foglalkoztatása ott magasabb, mint a nők foglalkoztatása. Amikor negatív, ott a nők foglalkoztatása magasabb, mint a férfiaké. Ha megnézitek a zöld az úgy szépen körbe táncolja a nullás vonalat, és a zöld volt a legmagasabb végzettség. Ha megnézitek, ugyanúgy a végzettségek úgy mennek nagyjából sorba, mint korábban láttuk. Itt már vannak átfedések, de nagyjából úgy mennek sorba. Vagyis minél magasabb a végzettség, annál kevésbé fog számítani például a nem. Tehát van egy elég erős bizonyítékunk, vagy jobban mondom most már kettő arra, hogy a végzettségnek a megszerzése az többet számít, mint az ilyen induló adottságok, mint például, hogy valaki melyik nem beszületett a világra. Oké, a munkanélküliség ráta ugye másik mutató, amit szoktunk emlegetni. A foglalkoztatás azt mutatta meg, hogy azok közül, akik munka szempontjából számba vehetőek, kik fognak ténylegesen elhelyezkedni, vagy magukat foglalkoztatni. Azok is beletartoznak, akik mondjuk vállalkozók. A munkanélküliség meg azt mutatja, hogyha te úgy döntöttél, hogy dolgozni is akarsz, milyen az esélyed, hogy nem sikerül. Tehát a munkanélküliség egy szociális probléma, nem annyira gazdasági. Ez nem arról szól, hogy üresen maradnak az álláshelyek, ez arról szól, hogy emberek maradnak munkanélkül, aki szeretett volna dolgozni, de nem vették föl. És itt is azt lehet látni, hogy legalul a felsőfokú végzettségek vannak végig 2009-től egészen a legutóbbi adatokig, tehát aláhúzva azt, amit korábban mondtunk, minél magasabb a végzettséged, annál esélyesebb lesz, hogy foglalkoztatva leszel, és annál jobban vagy védve a munkanélküliség ellen. Az, hogy a munkanélküliség ráta most egyébként is ilyen alacsony, az persze a gazdasági szituációnak is a függvénye, de a sorrend itt se sokat változott. Ami változik, az a főiskola meg az egyetem közötti arány, hogy éppen most melyik a legvédettebb, de ne felejtsük el még azt, én elfejtettem, de mi ne felejtsük el mondani, hogy ezekben az adatokban tényleg benne vannak a régiek is. Tehát itt a tapasztalata rendelkező, igazi, régi, hagyományos főiskolai egyetemi végzettsége rendelkező emberek is benne vannak. Nyilván ezért itt mondjuk egy bachelor, meg egy főiskolá közül nem mindig egyértelmű, melyik ér többet. Ugye a bachelort azt meg lehet szerezni 3 év alatt, 3,5 év alatt, a főiskolához mondjuk 4 év kellett, volt némelyikből 5 is. Tehát ez egy kicsit ezért katyvaszos, ami számít az, hogy felsőfokú végzettség. Tehát ha felsőfokú végzettséged van, akkor kisebb esélye leszel munkanélküli. Hagyd tegyem még hozzá, hogy vagy helyetted más lesz munkanélküli, van egy úgynevezett kiszorító hatás. Ez azt jelenti, hogy ha a munkaadó dönthet, hogy van két ember, egy érettségizett, meg egy egyetemi jelentkező, mind a kettő alkalmas, tök alkalmas ugyanarra, vagy amelyiket fogja fölvenni. Tehát mindig az alacsonyabb végzettségek járnak rosszul, végül a legkiszolgáltatottabbak fognak a legrosszabbul járni, tehát akinek a legkisebb a végzettsége, legkevésbé tud máshol elhelyezkedni. De ez, amikor te döntesz, ez nem a te gondod az, hogy te védett leszel a munkanélküliség elől. A másik az a szociálpolitikusoknak a problémája, meg a szociológusoknak a gondja, hogy ezt elemezze. Maga az igaz, hogy véd a munkanélküliség ellen. És itt is tettem fel adatot a két nemről, hogy legyen viszonyítási alapunk, hogy melyik számít jobban. Hát lehet látni, hogy a két nem közül igazából tök mindegy, melyikbe vagy. A munkanélküliség ráta ez nem befolyásolja, körülbelül a 2011 néhányos évek óta. Ez tényleg így van. Ha felmegyünk a KSH-ra, ezt viszonylag hosszú ideje lehet látni. Tehát a munkaerőpiacra lépésben van különbség a nemek között. Láttuk korábban, hogy a férfiak inkább lesznek foglalkoztatottak, mint a hölgyek. De ha már a munkaerőpiacra lépett valaki, tehát már keres állást, akkor abban nincsen különbség, hogy milyen eséllyel helyezkednek el. A munkanélküliség rátájuk az nagyjából egyforma. Hol az egyik vezet néhány tizedes ponttal, hol a másik. Jó, a munkanélküliség ráta végzettség szerint, tehát itt lehet is látni, hogy nagyon nem tudunk belőle semmit kihámozni. Nézzük azt, ami talán jobban érdekelhet minket, vagy legalábbis jobban hangzik róla beszélni, még ettől is, az a keresetek. Ugye a foglalkoztatás, munkanélküliség, tehát azért volt fontos, mert a biztonságodat jelenti, hogy nem kerülsz az utcára, vagy hogy lesz állásod. A keresetek meg az, hogy mennyire jól fogsz élni. Ugyanazokat a kategóriákat használtam, ami a KSH-n elérhető, tehát kisebb egyenlő 8 általános szakmai közép érettségi nélkül, érettségi plusz szakma, főiskola vagy
alapképzés, és egyetem vagy mesterképzés. Hát szerintem ez eléggé magáért beszél, akár a 2019, vagy 2020, vagy akár a 21-es évet nézzük, ez a három volt elérhető ugyanazon a... Tehát nem azért választottam, hogy az előtti nem lett volna lényeges, de nyilván az utolsó három egyébként is a legfontosabb. Mindegyikben igaz volt az, hogy amikor magasabb végzettséged van, többet is fogsz keresni. Még hajszálnyival az érettségi plusz szakma és az érettségi között is van hajszálnyi különbség, ezt most nem látjátok, de ha belekattintanátok, akkor mutatná az ábra, de az nagyjából elnyésző. Ez valami olyasmit jelent, hogy az mindegy, hogy az érettségre ráhúzol-e még egy évet. Ez nem tudom, hogy kinek hogy volt a középsuliba, nekünk még úgy volt, hogy ott lehetett maradni érettség után még egy évig, és akkor lett valamilyen papírod, hát ahelyett jobban megéri elmenni a főiskolára vagy az egyetemre, és akkor ott tanulni többet. Tehát ezt láttuk, hogy többet keresnek forintban azok, akiknek magasabb a végzettsége, és ráadásul a bérek még emelkednek is mindegyikben, tehát nincs olyan, hogy valamelyik ágazat ez alól kivétel lenne. Fordítsuk meg egy kicsit az elemzésnek az irányát, és nézzük meg azt, hogy az egyes években hogyan aránylottak egymáshoz a keresetek ezekben a végzettségi kategóriákban. Amit lehet látni, nem nagyon lephet meg minket, legalul vannak a legkisebb, legfelül vannak a legmagasabb végzettségűek. Egyetem és mester az még a, hát nem tudom itt szemre, ti mire tippelnétek, de szerintem nektek is úgy látszik, hogy még a bacsalárhoz képest, a főiskolához képest is jobban elhúz, mint a főiskola az érettségéhez képest. Tehát minél magasabb a végzettséged, annál többet keresel. Az átfedés az egyedül a szakmaival bővített érettségi meg az érettségi között van, ezt mondtam is korábban. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az általános iskolával sikerült végezned, és többet akarsz keresni, megéri elmenni szakmát tanulnod, vagy érettségizned. Ha már van érettségid, akkor megéri elmenni alapképzésre, ha van alapképzésed, megéri elmenni mesterre is, amennyiben nem túl magasak a költségek. Azt most nem tettem mellé, tehát veszettül utálsz tanulni, akkor nem menjél, mert akkor nagyobb pszichés költséged, vagy nagyon messzire kell utazni, nagyon sokba kerül a tankönyv, akkor lehet, hogy el kell rajta gondolkodni, de az biztos, hogy többet fogsz keresni. És még egy dolog, azt nem tudom, ki mennyire veszi észre, hogy miért raktam fel azt a két nyilat. Az vajon mit jelölhet? Azon kívül tudok két végű nyilat rajzolni. Mond? Aha, tehát nyílik az olló, ezt úgy szokták mondani, a bérolló kinyílik, tehát egyre jobban megéri magasabb végzettséggel rendelkezni, mint alacsonnyal. Ez egy kicsit trükkös egyébként, az nincs a KS adatokban, meg nem látszik így az ábrán, de ez következhet abból is, hogy egyre kevesebbet keresnek az alacsonyabb végzettségűek, meg abból is következhet, hogy egyre többet keresnek a magasabb végzettségűek. Itt azért valami talán mégis látszik belőle, azt lehet látni, hogy az alacsony végzettségűeknél is emelkednek azért a keresetek, ami miatt ez a dolog trükkös, hogy ezek pénzben, tehát nominális értékben kifejezett keresetek, az infláció nincs rajta. Tehát ahol alacsony az emelkedés, ők lehet, hogy rosszabbul élnek a keresetükből, mintha nem lenne olyan infláció. Viszont még ha ez igaz is, az is biztos, tehát azt nem változtatja meg, hogy ahogy az évek teltek, úgy tűnik, hogy egyre inkább jó beruházásnak tűnik a magasabb végzettség szerzése. Ezt nem is teljesen értjük, azért, mert egyre több magas végzettségű van, tehát ahogy egyre több egyetemi végzettségűt lehetne találni, le kéne értékelődjenek, ez kéne úgy működjön, mintha egyre több gyémántot bányásznak, ha kevesebbet ér a gyémánt, de nem így van, úgy tűnik, hogy felszívja a gazdaság a magasabb végzettséget, vagy legalábbis egyre jobban értékel az alacsonyabbhoz képest. Tehát a tiszintet, most úgy értem a tiszinteteket, hogy munkavállalói szinten ez mindegy is, munkavállalónak ez azt jelenti, hogy ha magasabb a végzettsége, többet keres. Azt, hogy ez most a munkaadók részéről miért van, az édes mindegy, amíg a számlára megérkezik a pénz. Nyilván, ha elemző vagy közgazdász vagy, akkor elkezd majd érdekelni. Jó. A következő ábrán most a prémiumokat mutatom meg. Az előbbiekben láttuk a keresetet, most a két egymás követő szint közötti különbséget vetítettem ki, most egyelőre még forintban. Lehet látni, hogy valóban az érettségi plusz szakma és a sima érettségi között, tehát itt tényleg nem túl nagy a különbség, de tényleg pozitív. Ez az, amit úgy mondtam az előbb, hogyha belekattintanátok, akkor mutatnak ki valami kis különbséget, tényleg van. Itt most én belekattintottam. Lehet látni, hogy a legtöbb kereseti különbség az érettségi után jelentkezik, ha tovább tanulsz. Most talán itt szemre szerintem ti is úgy látjátok, hogy az egyetemet éri meg inkább csinálni a főiskolához képest, mint az érettségihez képest a főiskolát, de azért a 2020-as években egy kicsit másképp volt. Mindegy, a legnagyobb itt a haszon. Illetve még talán az egy érdekes tanulság, és majd kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban, hogy szakmunkásnak tanulni, vagy érettségi
szerezni éri meg jobban, tehát egy érettségével rendelkező embernek a keresete úgy tűnik magasabb, mint egy szakmai végzettséggel, mint mondjuk egy kőműves vagy egy festő a keresete. Tehát minthogyha 8 általános után jobban megérni inkább érettségét szerezni, még úgy is, ha nem raksz rá egyetemet, főiskolát. Ez biztos, hogy így van? Nem tudom, van-e akinek a családjában építkeznek mostanában, hogy felújítanak? Hogy úgy beszéltetek olyanokkal, akik kifizettek már kőműveseket, bádogosokat, festőket, burkolókat. Tudni kell a KSH-ról, hogy ez a bejelentett bérekből van összerakva, tehát ebben nem mernék határozottan állást foglalni, hogy biztosan nem keresnek annyit. A szakmunkások néha, viszont amiben biztos, hogy jobban megér az érettségi, hogy az érettségizett munkák, azok stabilak, azok nem úgy vannak, hogy most éppen építenek a faluban házat, vagy nem építenek, és akkor most van munkám, sokat keresek, utána meg nem. Jó. Oké. Okay. Ugyanez százalékban. Az, hogy ugyanez százalékban, az azt jelenti, hogy itt kiszámoltam az előző szint bérének a százalékához képesti, vagy bocsánat, az előző, na, mondom előről, hogy értsem én is, amit mondok. Megnéztem, hogy amikor szintet lépsz, tehát egy magasabb szintű végzettséget szerzel, akkor az előző fizetésed százalékában hány százalékkal nő meg a fizetésed. Az előbb forintban láttuk, most meg azt látjuk, hogy 8 általánoshoz képest az érettség éri meg a legjobban, majdnem 50 százalékkal megemeli. Tehát 8 általánosan szerezhető bérnek a másfélszeresét fogod kapni, ha van érettségid is. Rögtön utána már az jön, hogy érettségihez képest alapképzés, ez is 45%-kal rádobott szimplán érettségizett fizetésre. Ha meg egyetemi papírt szerzel az alapképzéses papír után, tehát mesteres az alapképzés után, akkor ez már csak 40% körül értékkel növeli meg a fizetésedet. Tehát ami miatt egy kicsit más a sorrend, az az, hogy az alsóbb szinteknél sem volt mindegy, hogy eleve mennyit keresnek. Ha bacsalóra eleve sokat lehet keresni, akkor ahhoz képest egy ugyanolyan forintnyi emelkedés nyilván kisebb százalékot jelentett, de az elején még akkor ezek vannak, amik kicsit hagy használjak megint ilyen pedagógiából, ilyesmiből ismerhető szavakat, ami végzettségi szintet is emel. Tehát, hogyha mondjuk az érettségére rádobsz még egy szakmát, attól nem nő a végzettséged. Csak érteni fogsz még egy szakmához is, és úgy tűnik, hogy nem jelentkezik annyira a fizetésedben. Viszont, hogyha szintet léptél, tehát végzettségi szintet emeltél, akkor az elég magas értékkel dobja meg a kereseti képességedet. Ez Magyarország volt, és akkor hoztam még néhány adatot, ugye a világ különböző olyan tájairól, amit nem olyan sokról egyébként, amelyeket érdemes lehet figyelni. Az egyik az USA. Az USA-t azért érdemes figyelni, mert noha a legújabb adatok alapján nem ott lehet a legjobban élni, nem tudom, kinézte esetleg a hírportálokat, mostanában jöttek ki tegnap vagy ma olyan adatok, hogy mik a leggazdagabb országok GDP per főbe vetítve, azt hiszem Luxemburg vezet talán. Az USA az csak valami 5.-6., nem tudom, tehát hogy valahol lentebb van, de azért nem olyan rossz, hogy is mondjam, nem olyan rossz gazdaság az USA. Nézzük meg, hogy itt mivel lehet legtöbbet keresni. Elnézést azért, hogy nem fordítottam le, de így hát nem is mindig tudtam volna, így az autentikus, majd mondom, hogy nagyjából miről van szó. Legfelül az a furcsa, olyan hupikék-szerű szín, az a professional degree. A professional degree az olyasmi, mint nálunk a doktori, csak ez egy szakmai doktori. Nálunk nem létezik ez a fokozat. Azzal lehet a legtöbbet keresni, és utána jön egy érdekesség. Ezt nem tudom, hogy nektek mennyire érdekes, de a doktori képzéssel szenvedők körében elég érdekes lehet. Magyarországon a doktori képzés nem azért csinálja az ember elsődleges, hogy többet keressen vele, hanem hogy taníthasson például egyetemen, vagy kutatói állásba helyezkedhessen el. Vannak olyan cégek, ahol eleve nem is szeretik a ilyen elméleti beállítottságúnak gondolt embereket. Itt a doktori fokozat közvetlenül a második. Tehát az USA-ban, ahol ez már bevettebb, tehát jobban ismerik, hogy mire jó egy PhD, és plusz sokkal jobbak innovációban, mert olyanabb az iparuk, ott ők el tudnak helyezkedni, ők kapnak kutatói papírt, na és utána már jön a master's degree, azt nem is kell szerintem lefordítanom, ez a mi mesteres diplomának kvázi megfelel, és a bachelor az meg a mi alapképzéses diplomának felel meg, és az alatt van az összesen sor, vagy a totál sor, ami a teljes bérnövekedését, az átlagos bérnövekedését mutatja az USA-nak, tehát a felső foknak az összes szintje, a doktorikat is beleértve, az mind az átlag fölött helyezkedik el, és minden más az átlag alatt. Tehát az USA-ban, ahol egy régebb óta kiépített kapitalista piac van, mint a miénk, tehát stabilabb a, ilyen szempontból az elismertség a különböző végzettségi szinteknek, is látszik, hogy ez megtérülhet. Ezt azért tettem föl, mert valószínűleg e felé tartunk, olyan értelemben, hogy ugye Magyarország még nem olyan régóta nyögi a kapitalizmus, tehát még vannak ugye fura maradványok, meg fura, purán kialakított rendszerek, nem mindent
értünk ugyanúgy, plusz náluk az alap meg a mester felosztás az már a bonyai rendszer előtt is létezett, tehát ha ez ki fogja forni magát, valószínűleg akkor is meg fognak maradni ezek a végzettségi, kereseti különbségek. Az Education at Glance nevű kiadványból van, ezt az OECD készíti. Az OECD az a fejlett gazdasági országnak egy ilyen közössége, rendszeresen készítenek mindenféle dologról kiadványokat, többek között az oktatási rendszerekről is. Végzettségi szinthez viszonyítva, mennyit keresnek a magasabb végzettséggel rendelkezők, ez nagyjából nekünk a 8 általános befejezéséhez köthető. Nem pont, ez a, akinek mond valamit, ez az ISZET 2-es szint, tehát ez a nagyjából az általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők, tehát még érettségivel nem rendelkezőknek a szintje. Lehet látni, hogy ehhez a szinthez képest, ha valaki megszerzi az érettségit, akkor ezt a rombusz jellegű növekményt éri el, hogyha pedig a harmadik szintet, tehát a felsőfokú végzettséget is megszerzi, akkor meg a hasából szerzett szintet éri el. Lehet látni, hogy minden országban pozitív, tehát minden országban megéri rátanulni erre a below upper secondary-re, viszont mi azért nem helyezkedünk el nagyon rosszul abban a rangsorban, hogy hol éri meg legjobban. Tehát a legtöbbet ad hozzá az alsóbb szintű végzettségedhez az, hogyha még tovább tanulsz, azok között ott van Magyarország is. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ak vagyunk ebben a listában. Ez nem gazdasági fejlettséget jelent, hogy a Brazíliával kezdődik, ez csak annyit jelent, hogy hol éri meg leginkább oktatásra beruházni. Jó, a következő, na ez már az upper secondary-t mutatja, igen. Az upper secondary meg nagyjából kvázi az érettségi környéken helyezkedik el, bár nem egészen pontosan ott. Itt is lehet látni, hogy ehhez képest a továbbtanulásban még mindig nem olyan rosszak vagyunk Magyarországon. Tehát, hogyha valaki mondjuk Norvégiában él, akkor kevésbé éri meg egy picit ebbe beruházni, mintha éppen Magyarországon honos vagy lakos. Oké, van még egy slide arról, hogy azért nem mindenhol egyformán alakulnak ezek a keresetek, ebben nem is fogok jobban belemenni, túl sokféle dolgot tanítunk az egyetemen ahhoz, hogy kielégítő lehessen mindenkinek, hogyha ilyeneket hoztam volna is be. A lényeg csak annyi, hogy itt három különböző területnek vannak feltüntetve az oktatási kvázi megtérülései. Ha valaki az oktatásban helyezkedik el, az a gömb vagy kör alak, hogyha valaki az információ-kommunikációs technológiában tanul, az a háromszög, és végül pedig, hogyha egészségügyben, az pedig a négyzettel jelölt piktogrammal van jelezve. Itt lehet látni, hogy különböző országokban más-más van magasabb szinten. Például az információ-technológia az USA-ban, Portugáliában, Svájcban, stb. Vezet, míg mondjuk az egészségügy vezet például Costa Ricában, vagy éppen Szlovéniában. Tehát attól függ, hogy milyen országban vagy, nem biztos, hogy ugyanarra az egyetemre érdemes menned, ha a kereseteidet akarod maximalizálni. Ne felejtsük el megint, hogy nem csak azt akarhatjuk, tehát aki orvos akar lenni, az lehet, hogy beáldoz egy kicsit alacsonyabb keresetet például, hogyha egyébként embereket akar megmenteni. Aki nagyon szeret számítógépekkel foglalkozni, lehet, hogy akkor is inkább informatikusnak megy, és rengeteg olyan szak van itt az egyetemen is, amelyek tipikusan nem a magasabb keresetet jelzik előre, viszont mondjuk szórakoztatóak, az ember hasznosnak érzi őket, tehát nem biztos, hogy csak a kereseteket kell nézni, de azért nem árt azokat is. Mert hogyha szórakozásból jársz egy egyetemre, de utána nem tudsz annyit keresni, hogy ki is tud ezt élvezni, mert másodállást kell vállalni mellette, az nem biztos, hogy annyira nagyon jó. Tehát érdemes a kettőt egyszerre számításra venni. Jó, tehát láttuk, hogy az oktatásnak van egy rakás költsége pénzben, időben, elveszített kereseti lehetőségekben, pszichés költségben. Láttuk azt, hogy sokfajta hozamot is tud biztosítani. Elsősorban az adataink, tekintve, hogy ezt lehet mérni, azok a kereseti adatok voltak, tehát egyszerűen a KSH nem tudja hitelesen megmérni azt, hogy ki mennyire érzi hasznosnak mondjuk a munkahelyét egy másikhoz képest, meg milyen szinten. Tehát azokat mérni nem tudtuk, de azt láttuk, hogy a keresetekben kimutatott hasznok, azok igenis kötődnek a végzettségi szintekhez, ráadásul, ahogy az idő telik, egyre jobban kötődnek hozzá, egyre jobban szétnyílik az óló az alacsony és a magas végzettségek között. Azt is láttuk, hogy igaz az, hogy van egyfajta pálya a kereseti megtérülésben, tehát magasabb keresetekre számíthat, és egyre növekvő keresetekre az, akinek magasabb a végzettsége. De tehát ez a jó hír, ugye elején elhangzott a kérdés, hogy vajon jó lesz a végkicsengés dolognak, tehát ezek alapján igen, ha valaki tovább akar tanulni, szinte biztos, hogy többet fog keresni. Amit viszont nem tudunk megmondani, az az, hogy így is megérje, ezt nyilván mindenkinek magának kell eldönteni. Nem tudom, hogy ez most egy pozitív végkicsengés volt-e, vagy nem, de én ennyit akartam elmondani. Ha persze van valakinek kérdés, akkor szívesen válaszolok.
Konkrét számot ne kérdezzetek, mert azt a kársán kell megnézni. Van-e valakinek kérdése? Akkor ennyi volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.